Második kategória, ugye a madarak viselkedése, egy kis ornitológia. A zsűri összesen 13 képet talált dicséretre méltónak. A képek szerzői a következők: Cserjés Gábor, Forster Ádám, Gelesz László, Gödény Csaba, Horváth Ádám, Jakab Flóra, Jakab Tibor, Jakab Sándor, Kállai Márton, Mánfai Bence, Máté Bence, Szabó Ilona és Szabó Zsolt. Egy nagy tapsot kérek az alkotóknak. Ebben a kategóriában is született külön díj. A Shaker Tours külön díja 3 napos leshasználat Hortobágyon 100 000 forint értékben. A díjat Milán adja át, ezért azt hiszem különösebben nem is kell ezt konferálni tovább. A díjat pedig nyerte Mánfai Bence Kacsaláb című képével. És akkor következzenek a kategória díjak. Felkérem a Naturált alapító elnökét és a zsűri tagját, Kalotás Zsoltot, hogy adja át ezeket a díjakat. Harmadik díjat nyerte ebben a kategóriában Jakab Flóra, a szegény ágat a madár is húzza című képével. Második díjas Kállai Márton Madárszellem című alkotása. Gratulálunk! És íme itt látható a kép is. Gratulálunk még egyszer! Az első díjas kép pedig, ami most már itt látható a hátam mögött, az előbb már megcsodáltuk, de Milán, nem kacsa ez, hogy kacsaláb? Igen, igen, ez egyfajta kacsa, hiszen szárcsát látunk a képen, de az érdekessége az, hogy a fotós megtervezte ezt a képet. Napokon keresztül ment a lesbe, és Pécstől nem messze egy halas tavon próbálta ellesni a szárcsákat táplálkozás közben, és egy jó pillanatban kapta el, jó helyen volt. Kedves Mánfai Bence, gratulálunk az első díjhoz, kérlek, hogy fáradj ismét a színpadra. És van még egy jó hírem a számodra, ne is menj el, 2 oklevelet fogsz kapni, mert te lettél a madár kategóriában legjobban szereplő 24 év alatti fotós, így a tiéd a Naturárt által felajánlott Tildi Zoltán díj is. Gratulálunk. Nagy tapsot kérünk neki. Köszönjük szépen, Zsolt!